Dunaszerdahelyi Fókusz Diák Színpad bemutatja a Ki a Macska című színpadi játékot. A szerzők Hajnóczi Péter, anonim fiatalok, valamint Charles Bukowski, a dramaturg Szászi Zoltán, színpadkép és technika Süke István, rendező Jarábik Gabriella. A Diák Színpad szereplői a Fókusz Gyermek Színpad tagjai voltak egykoron, közülük ők maradtak a legkitartóbbak, akik mint diák színjátszók folytatják. Még azt is szeretnék közölni a szó erejével, a színház eszköztárával, az őket körülvevő világról a közönségnek. Hajnóczi Péter Ki a Macska című novellája adta az ihletet, hogy a fájdalom kifejezésének-e formáját válasszák. Következik tehát a Dunaszerdahelyi Fókusz Diák Színpad. Azok négyen ott álltak a lámpaoszlopra akasztott macska körül. Kezükben esernyővázból készített íjak és nyilak. Te következel, dagadt, mondta kesztyű a vezér. Most te jössz hosszú, mondta a vezér. Jól van, borított kesztyű, rendesen csinálta. Kérdezz nekem, hosszú. Te nem játszol, vörös. Ki a macska? Ki a macska? Ki a macska? A csontot hús borítja. Aztán beoltják értelemmel. És néha napján lelket is ültetnek belé. És az asszonyok vázákat tömnek szét a falon. És a férfiak túl sokat isznak. Vagy ki a macska? Hogy ki a macska? Hogy ki a macska? Tudni akarjátok? Jó. Elmondom. Teljesen átlagos nyári este. A város lőktetett, a klubok megteltek. Unatkoztunk, hát gondoltuk, miért is ne? Bulizzunk! Egy bárba mentünk. Fogytak a koktélok. Egyszer csak odalépett hozzám egy srác. Pár évvel idősebb, de már első látásra szimpatikus. A hangulat egyre csak fokozódott. És akkor megkérdezte,
hogy van-e kedvem sétálni egyet a Dunaparton. Élveztem a társaságát, hogy ne lett volna? Leültünk a fűre. Vadul megcsókolt. Na? Ki a macska? Ki a macska? Hogy ki a macska? Hogy ki a macska? Mindig is utált engem. De miért pont engem? Miért pont engem? Jó, oké, elismerem, totál hülye vagyok fizikából, de nem csak én. Az egészen nagy hülyeség, és az osztály felének még csak fogalma sincs arról, hogy mi van. Soha nem ártottam neki. Mégis rám szállt. Jó, igaz, még egyszer év elején SMS-eztem órán. Elvette a telefonom. Oké, akkor talán bután beszéltem vele, de ez nem akkora bűn. Aztán már állandóan lecseszett minden hülyeségért. Engem nem érdekelt, nem vettem komolyan. Csak nevettem rajta, hogy mennyi baja van. Hogy ki a macska? Soha sem hittem. Álmomban sem gondoltam, mégis megtörtént. Az egész egy ausztriai munkalehetőséggel kezdődött. Az egyik barátom ismerőse ajánlott 2 hónapos brigádot. Megörültem neki. Siettem haza győzködni a szüleimet, hogy micsoda lehetőség, és hogy ilyen nem adódik sokszor. De először nemet mondtak. Megharagudtam. Úgy éreztem, nem bíznak bennem. Pár nap múlva újra előrukkoltam a témával. Kijelentették, ha a bizonyítványom kitűnő lesz, elmehetnek. Teljes erőbedobással készültem. És a végeredmény? Egy tökéletes bizi! Pár napon belül vonatra ülhetek, és irány Bécs! Odafelé sokat gondolkodtam, hogy mit fogok csinálni. Menni fog? Nem fogok kudarcot vallani, vagy csalódást okozni a szüleimnek? Olyan, mintha csak tegnap történt volna. Ám mégis lassan 3 éve már. Ez volt a leszámolás az évekig tartó fájdalmammal. Életem végső szembesülése van. Tíz éves koromban kezdődött, amikor egy ártatlan gyerekcsém miatt felpofozott. Attól a naptól kezdve egyre gyakrabban megtörtént, hogy kezet emelt rám. Anyám próbált védeni. Őt is felbufozta. Te locsó! Megérdemled, hogy életed végéig mellettem bűnhődj a kis fattyaddal együtt. Igen.
Ezt elmondta párszor. Nem olyan könnyű megfogalmazni. Ki a macska? Nem egy személy, inkább csak egy érzés. Egy éve kezdődött. Nem volt oka, hogy ezt tegyem magammal. Mindenem megvolt. Szerető család, barátok, biztonság. Mégis az önpusztítás útjára léptem. Egy mámoros buliban véletlenül megvágtam a kezem egy késsel. Éreztem a penge a csontomig haton. Nem ijedtem meg. Nem éreztem a fájdalmat. Inkább csak a gyönyört. Ahogy a meleg vér lecsorog a könyököm. Élveztem. A többiek sikítva hívták a mentőket. Nem értettem, mi ez a nagy felhajtás. Nem is érdekelt. Megbabonázott az a gyönyörű, rubinvörös folyadék, ami úgy csörgedezett a sebből, mintha megeresztették volna a vízcsapot. Lehet, hogy a sok hatására nem éreztem addig semmit. De egyszerre belém hasított. A fájdalom. Őrítőn. Erősen. A pillanatot mégis fenségessé tette a fájdalom gyönyöre. Az orvosok bevarták a sebet. Mondták, elvérezhettem volna. És senki nem találja meg az igazit. De egyik ágyból a másikba ugorva, mégis folyton keresi. Hús borítja a csontot. De a húsnak több kell, nem csak hús. Semmi esélyünk. Mindegyikünk saját sorsának fogja. Soha senki nem találja meg az igazit. Az első rossz dolgozat után persze rájöttem, hibáztam. Bocsánatot kértem tőle, még az óráim is odafigyeltem. Igyekeztem megtanulni, amit feladott. De neki ez sem volt elég. Azóta meg csak romlik a helyzet. A legtöbb óra azzal kezdődik, hogy Diana, a táblához felelned kell. Hát persze. Vagy ha tudnátok, hányszor hallottam már, hogy Diana, figyelj oda! Vagy Diana, aktívabban! És ha dolgozatot írunk, végig a padomnál áll, hogy rajta kapjon lesek. Mint a számítana, hogy mit írok a papírra, akkor sem kapnék hármasnál jobbat, ha hibátlan minden példám. Ez meg persze lehetetlen. Főleg így, hogy minden mozdulatomat figyeli. Én igyekszem. De ő mindenben csak a rosszat látja.
Elég halkan megszólalnom, ő észreveszi. Ha más beszélget, azt is rám fogja. Először csak az osztályfőnöknek panaszkodott. Újabban az a szokása, hogy vissza az igazgatóhoz, hogy rám foghasson valamit, amit nem is én csináltam. Erősen szorított. Nem erre számítottam. Hirtelen lenyomott, rám feküdt, a súlyától moccanni sem bírtam. Benyúlt a szoknyám alá. A bugyimat tépte. Próbáltam lebeszélni, hogy ne! Ettől csak még erőszakosabb lett. Kétségbe estem, ordítottam! Senki sem hallott. Túl nagy volt a forgalom. Csíptem, rúgtam, haraptam, semmit se ért! Aztán pofon vágott. Te szajha! Ezt mondta. Ennyi volt. Már nem akartam más, csak hogy legyen vége. Minél hamarabb. Óráknak tűntek a percek még. Most is hallom a lihegését. Arra gondoltam, életben maradok-e. Aztán végzett. Gyorsan rendbe kaptam magam, és futottam, rohantam lélekszakadva. Na! Nem mentem a rendőrségre, sem orvoshoz. Nem akartam, hogy bárki megtudja. Nem akartam, hogy bárki megtudja. A 16. születésnapomon részegen jut haza. Különösen nem lepett meg, mert amióta csak emlékszem rá, ívott. De ez a nap más volt. Berontott a szobát. Nem kiabált, de a tekintete mindent elárult. Dühös volt, feldúrt. Ijesztő mosoly az arcán. Sosem tudom feledni. Meglepetés! Isten éltessen! És már vert is. A falhoz szorítva. Emlékszem a viszki és a cigi büdös szagára. Anyám megpróbálta félrelökni apámat, de ő meg sem moccant. Egyre erősebben nyomott a falhoz. Megpróbáltam eltolni magamtól. Minden erőmmel menekülni próbáltam. Aztán olyan erővel taszított a falnak, hogy bevertem a fejem, és hirtelen elsötétült minden. A bécsi állomáson felhívtam a munkaközvetítőmet. Néhány perccel később taxiban ültem, a megadott címre vitt. Kicsit megijedtem. A környék koszos volt és kihalt. Az egyik régi épület előtt várt egy borostás férfi. A munkaadóm. Bementünk egy fekete ajtón. Megijedtem. Mindenhol széttépett vörös anyagok,
törött ládák és üvegek hevertek. Akkor már tudtam. Hirtelen megfordultam, próbáltam elfutni, de az utamat állták! Próbáltam kiszabadulni, nem sikerült! Elvették mindenem. Letépték a ruháimat is. Belöktek egy koszos szobába. Egyszer csak egy férfi lépett be. Megragadta a karom, és áttuszkolt egy másikba. Volt ott egy faágy, és egy kisebb komód. Rálökött az ágyra, és rám feküdt. Akkor már tudtam, mindennél rosszabb vár. Hetekig csinálták ezt velem. Egyfolytában sírtam. Tehetetlenség. Félelem. Szenvedés. Akkor megváltozott bennem valami. Azóta keresem a fájdalmat. Először csak egy tűszúrás, majd a vagdosás, kisebb felületi sérülések. Ez sem volt elég. Elkezdtem roncsolni az ereimet. Bezárkóztam. Ahogy mondják, bedepiszte. Pedig én csak azt a pillanatot akartam újraélni. Azt a gyönyört. Az ereim metélésénél már közel jártam. De még mindig nem volt elég erős. Most ott tartok. Öngyilkosságot kíséreltem meg. Szeméttelepei megtelnek, a roncstelepek megtelnek, a dili házak megtelnek, a kórházak megtelnek, a temetők megtelnek. Semmi egyéb nem telik meg. Homályosan láttam anyámat. Be van gipszelve a keze. Bele sem mertem gondolni, hogy mi történt az eszméletvesztésem után. Anyám a könnyeivel küzdött. Tudta. El kell mondania az igazat. Akit az apámnak hittem, sosem volt az apám. Ezért bántott éveken át, mert én emlékeztettem őt arra. Sosem volt elég jó anyámnak. Képes volt megkeseríteni egy gyerek életét. Hát nekem ő a macska. Ő.
A rohadék apám. Az egészben az a legrosszabb. Nem számíthatok senkire. A haverok nyalnak neki. A szüleimnek nem mondhatom el. Anyu kikészülne, ha megtudná. Ki akarnak csapni. Nyáron még más bulizik, majd mehetek dolgozni. És ez mind miatta van, egy tanár miatt, aki még csak tanítani sem tud rendesen. Össze-vissza magyaráz. Nem értem! Ahogy velem beszél, azt sem értem, hogy engedhetik gyerekek közé. Őt kéne kirúgni, és nem engem. Hogy ki a macska? Az a rohadt tanár! Ő a macska! A szüleim semmit sem sejtettek. Minden nap telefonáltam velük. Kénytelen voltam hazudni, minden rendben van, mert... Közben pisztolyt fogtak a fejemhez. Egyik este csöndben ültem a szobámban. Észrevettem egy rést az ajtón. Nem volt becsukva. Nagyon dobbant a szívem. Felálltam, kirohantam az ajtón, ahogy csak bírtam, rohantam! Elértem egy rendőrséghez, és elájultam. Amikor felébredtem, egy rendőr azt kérdezte, miért vagyok itt. Elmondtam mindent. Kaptam egy telefont, mivel a szüleimet hívtam. Alig kellett mesélnem, tudták, hogy baj van. Rögtön indultak érte. Megmenekültem. Vége volt. Vége volt életem legszörnyűbb élmény. Igyekeztem felejteni, rejteni. Már tudok beszélni róla. Eddig soha nem hittem, hogy ilyesmi megtörténhet. Már tudom, hogy ki a macska. Az a szemét. Az a strici, aki megmutatja. Ő a macska. Ha egyszer rákapsz, soha nem tudsz leállni. De már túl sok! Már nem akarom! De mégis. Nélküle meg nem érzem élőnek magam. Nem akarok meghalni! Nem akarok meghalni, de muszáj! Csak akkor szűnik meg a kín. Hát igen. Így van ez. Ez a fájdalom. Ez a rohadék fájdalom! Ő a macska! Soha sem hittem volna, hogy ilyen lesz az első. Hová tűnt, amire minden lány vágyik? Romantika, szépség, szerelem! Mit kaptam helyette?! Senkinek. Még a szüleimnek sem mondtam el.
Mi lesz, ha úgy maradok? Nem, én még terveim vannak, én még élni akarok! Mi lesz velem? Ki ment meg a visszafordíthatatlan dolgoktól? Ki hát a macska? Az a rohadt disznó, aki megerőszakolt! Semmi esélyünk. Mindegyikünk saját sorsának fogja. Semmi esélyünk. Mindegyikünk saját sorsának fogja. Soha senki nem találja meg az igazit.